Sziasztok! Ebben a videóban arról lesz szó, hogy mire figyelj oda, hogyha epikus műveket elemzel. És itt epikus alatt most elsősorban nem azt értem, hogy irgalmatlanul menő, hanem olyan műveket, amelyeknek a lényege a történetmondás. De elsősorban regényekre és novellákra gondolok. Először is fontos tisztázni, hogy az az égvilágon semmi baj nincs, hogyha valaki csak úgy olvas könyveket az élvezetért, azért, mert örömet okoz neki, vagy azért, hogy kiszakadjon a hétköznapokból. Tehát az élvező olvasás az egy teljesen érvényes módja az olvasásnak. Ugyanakkor azt sem érdemes elfelejteni, hogy az irodalom amellett, hogy egy élvezeti forrás sokaknak még nyilván szenvedési forrás, akik például nem szeretnek olvasni, de hogy amellett, hogy szórakoztat, hogy élvezetet nyújt, azért az irodalom ugyanakkor egy tudományág is, ami azt jelenti, hogy megvan a maga módszertana, és egy olyan sajátságos tudomány, aminek az anyaga a nyelv, tehát azáltal tudja a tárgyát vizsgálni, hogy annak a nyelvét nézi meg közelebbről. És az iskolában természetesen leginkább erre az utóbbira lesz szükség, az érettségi pedig másról se fog szólni, mint hogy számot adjatok arról, hogy az irodalomtudománynak a módszertanát, a szókincsét mennyire sikerült elsajátítani. Tehát ezzel fogunk most foglalkozni, hogy hogyan nyúljunk történetmondó irodalmi művekhez. Az első szempont, és az egyik legfontosabb, az értelemszerűen a cselekmény, tehát az, hogy mi történik az adott műben. Ugyanakkor azt is fontos tudatosítani, hogy a cselekménynek az elmondása az nem azonos a műelemzéssel. De valóban egy nagyon fontos része a regénynek a cselekmény. Ennek miensége alapján számtalan altípus van a regény műfaján belül is, hiszen beszélhetünk például kalandregényekről, vagy utazási regényekről, létezik olyan, hogy fejlődésregény, amiben a cselekmény középpontjában a főszereplő tanulása, jellemének fejlődése áll. Tehát a cselekmény fontos, de nem minden. A következő szempont, ami érdekes lehet az epikus művek elemzésénél, az a szereplőknek a köre értelemszerűen, hiszen nincsen történet szereplők nélkül. Érdekes lehet az, hogy egy vagy több szereplő van. Vannak jellegzetes szerepkörök, mint például a szívtipró, a kalandor, az intrikus, ezek egy-egy regénytípusokon belül hangsúlyosabbak, de a legeslegfontosabb az, hogy milyen viszonyok vannak a szereplők között. Mint említettem, hogy egy főszereplő van, vagy kettő. Ha egy főszereplő van, akkor az egyes szereplők hogyan viszonyulnak hozzá, mi a szerepe a szereplőknek a cselekmény alakításában, vannak-e például oldalak, jó oldal vagy rossz oldal, a főszereplő pártján álló oldal és ellenséges oldal. Tehát a szereplők is nagyon-nagyon fontosak a regények, illetve a novellák elemzésekor. A következő szempont az a tér, hogy hol játszódik az adott cselekmény. Ez egyrészt a földrajzi hely szempontjából fontos, hogy melyik országban vagy melyik városban vagyunk. Egyáltalán valódi helyszínen játszódik a cselekmény, vagy egy képzeletbeli helyszínen. Az is fontos, hogy egy helyszín van, vagy több helyszín, hiszen például az utazási regényekben folyamatosan váltakoznak a helyszínek. Az is nagyon érdekes lehet, hogy mennyire ismerjük meg a regényből a helyszínt, mennyire részletező a leírása, mennyire járul hozzá a regény világához maga a helyszín. És vannak természetesen visszatérő, nagyon gyakran alkalmazott helyszínek is, ilyen például a lakatlan sziget, vagy az ifjúsági regények esetében értelemszerűen az iskola. Aztán a következő fontos szempont az az idő. Itt is egyfelől fontos, hogy mikor játszódik az adott cselekmény, a jelenben, a múltban, vagy esetleg egy képzeletbeli jövőben, tehát az idő is lehet fiktív, vagyis elképzelt idő. Az is fontos, hogy eldönthető-e egyáltalán, hogy mikor játszódik az adott regény vagy novella cselekménye. Ad-e ezzel kapcsolatban valamilyen támpontot? Hiszen vannak olyan történetek is, ahol nem az a fontos, hogy mikor játszódnak, mert valamiféle általánosabb tudást adnak, vagy az a céljuk, hogy valami általánosan érvényes dolgot mondjanak el a világról. De az is lényeges, hogy mekkora időt ölel föl a regénynek a cselekménye, mennyi idő alatt játszódik le a cselekmény. Vannak regények, amik
évek, amiknek a cselekménye évek, sőt, akár évtizedek alatt játszódik le, de van például egy nagyon híres francia regény, az Eltűnt idő nyomában, ami három kötetnyi hosszú, van vagy 1600 oldal, és maga a szorosan vett cselekmény, az tulajdonképpen pár perc, hiszen annyi történik, hogy a főhős eszik egy süteményt, és eszébe jut róla egy csomó dolog. Ez most nagyon furánnak tűnik így elmondva, de tényleg létezik olyan, hogy egészen rövid idő alatt játszódik, egy nagyon terjedelmes regény cselekménye is akár. De ugyanígy fontosak lehetnek azok az idővel kapcsolatos dolgok, amik például a költészetben is toposzokká váltak. Tehát egy regényben is ugyanúgy nem mindegy, hogy a cselekmény az nyáron játszódik, vagy tavasszal, vagy télen, hogy milyen napszakok vannak éppen. Tehát ezeknek a járulékos jelentése ugyanúgy megvan a regényekben is, ahogyan meg a novellákban, ahogyan a lírai művekben is. Tehát az idő is ugyanolyan fontos, mint a tér. Aztán természetesen, miután történetmondó művekről beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a narrációt, ezt lassan jó, ha megszokjátok ezt a kicsit idegen hangzású szót, a narráció történetmondást jelent, a narrátor pedig történetmondót vagy mesélőt. Itt két szempontra érdemes odafigyelni. Az egyik az az elbeszélői nézőpont, tehát az, hogy milyen szemszögből látjuk az eseményeket. Egy mindentudó elbeszélő van, aki nem csak azt látja, hogy a szereplők mit csinálnak, hanem abba is belelát, hogy mi mozgatja őket, milyen gondolataik vannak, milyen érzelmeik vannak, ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy belelát a szereplők fejébe, vagy az egyik szereplő, az elbeszélő, esetleg maga a főszereplő, aki egyes szám első személyben mondja el a történéseket, vagy egy szemtanú szempontjából ismerjük meg, vagy nézőpontjából ismerjük az eseményeket, aki ugyan ott van, de nincsen rá hatása. Ez azért fontos, mert az elbeszélői nézőpont az meghatározza például azt, hogy mit tudunk az eseményekről, és hogyan értelmezzük az adott eseményeket. De ugyanilyen fontos az elbeszélésnek a tempója, tehát hogy milyen terjedelemben mennyi idő történéseit meséli el a narrátor. Van-e például ugrás a történetben, vannak-e kihagyások? És az is nagyon érdekes szempont, hogy mennyire tekinti magát hitelesnek az elbeszélő, mennyire törekszik arra, hogy azt a látszatot keltse, hogy az igazságot mondja el, vagy egyszerűen fölvállalja azt, hogy ő csak az egyik értelmezését mondja el az eseményeknek. Vagy akár azt is egyértelművé teheti, hogy egy képzeletbeli történetet mond el, nem a valóságot. Tehát ez is egy érdekes szempont a történetmondónak a hitelessége. És természetesen vannak olyan regények is, ahol folyamatosan váltakozik az elbeszélői nézőpont, és épp attól érdekes, hogy akár ugyanazt a történetet több nézőpontból ismerhetjük meg. A következő szempontról hajlamosak vagyunk elfeledkezni regényeknél vagy novelláknál, hiszen azok prózában íródtak, tehát nem annyira egyértelműen megformált a nyelvük, mint például a verseknél, de nem szabad elfelejteni, hogy a regény és a novella is megformált szöveg. Tehát nagyon is fontos az, hogy milyen nyelvezettel van írva, milyen a szókincse például, vannak-e benne képszerű elemek, milyen a mondatszerkezet, vagy hosszú körmondatokban ír, vagy inkább ilyen nagyon szikár, egyszerű nyelvezet jellemzi. Tehát a nyelvi megformálás az nagyon-nagyon fontos. Ez az, amit egyszerűen csak stílusnak nevezünk. Ugye vannak különböző regényfajták, amikhez hozzátartozik akár egy stílus is. Nyilván egy szerelmes regényt nem fognak ilyen szikár tőmondatokban írni, ahogyan egy sci-fiben sem lesznek hosszas ömlengések, például érzelmi dolgokról. De az is fontos, még a stíluson belül is, vagy a szövegszerűségen, a szöveg megformáltságán belül, hogy milyen például a leíró részek és az elbeszélő részek aránya, mennyi párbeszéd van benne, milyenek ezek a párbeszédek, mennyire életszerűek, mennyire pergőek, illetve itt jön a képbe az, hogy mennyiben felel meg az adott szöveg a műfaji sajátosságoknak. Megfelel neki, vagy éppen feszegeti a műfaji határokat? Ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Aztán megint csak hasonlítanak abban is a versekhez a prózai művek, vagy az elbeszélő művek, a regények, novellák, elbeszélések,
hogy nagyon sokszor ezekben is vannak motívumok, vagy szimbólumok. Tehát attól, hogy valami nem vers, attól még lehetnek benne visszatérő motívumok, vagy sajátos jelentéssel bíró tárgyak. Itt tulajdonképpen bármire gondolhatunk, aminek valami sajátos jelentéstartalma van a művilágában. Ez lehet egy helyszín, lehet egy tárgy, itt a képen az arany iránytűt látjátok, ugye, ami abban a szériában egy nagyon fontos tárgy, de lehet ez akár egy illat, vagy egy szín, tehát bármi válhat motivummá, vagy szimbolikus jelentőségűvé egy regényen, novellán, elbeszélésen, tehát egy epikus művön belül is. Végezetül nagyon fontos, hogy átgondoljátok úgy összességében, hogy az adott mű mit mond nektek a világról. Itt az üzenet szót, ezt jobb híján írtam, tehát ne arra gondoljátok, hogy bele van kódolva egy üzenet a regénybe, amit meg kell fejteni, és csak egy helyes üzenet van egy regényben vagy novellában, nem erről beszélek, hanem arról, hogy nektek mit üzen az adott történet. Vonatkoztatható-e az a saját életedre? Esetleg előidéze benned valamiféle változást. Azért remélem, hogy lesz az életetekben egy-két olyan könyv, ami után picit máshogy szemlélitek a világot. De természetesen, és ismét előjön az a gondolat, amivel nyitottam, azzal is zárom, hogy azzal sincs az égvilágon semmi baj, hogyha valamit a szórakozásért olvastok, de azért vannak regények, amiknek mélyebb értelme van, és tulajdonképpen attól is lesznek jó regények, és valójában attól élvezitek őket, talán ez nem tudatosul, de azok a szempontok, amiket az előbb átvettünk, azok nagyon is gondosan vannak megtervezve az adott történetben, és azért is sikerültek olyan jól. Ennyi lett volna az epikus művek elemzésének szempontjairól szóló rövid kis videó, hamarosan jelentkezem újra. Sziasztok!